Álmosak vagyunk. Jó reggelt. Milyen, mit csináltatok tegnap? Aludtunk. Aha. Nem is volt buli egyébként. Tök jó buli volt tegnap. Nagyon jó buli volt. Nagyon. És mi amár lefeküdtünk. Na. Majd ő tudja megjött. A kaktusz. Nincs rád a mert egy lábújtartó. De ott van kettő is. Itt egy lábújtartó. Milyen lábújtartó? Itt egy lábújtartó. Lábújtartó. Az nagyon kevés az a pont. Szól lőtted. Voltam a fiúra. Ma van szülnapja. Hízen meg kell lenni, arra gondoltam valamivel. Szerezni kéne neki valami kis bulit, mert estét fel tudni hívni, hogy hova vannak. Vállaljuk. Várj, ma vitorlázni megyünk. Is. Jó munka. Na, hát azt mondjuk neki, hogy vitorlázni megyünk. Úgyhogy az lényeg, hogy szervezünk ma nekem, amilyen meglepetés volt valami. Jó, de akkor Siófokra. Jó, Siófokra. Az jó ötlet. Ott leszünk ezt, aha. Jó. Ez a papucsod nagyon kemény. Hát hol van Tomi? Figyeljetek már. Én kérem ki magam. A szomszéd szobában van. Nem van vele. Minden biztonságban van, mindig a lábúja is. Értem, majd egy picit megnyugodtam. Tomi, valamit szeretnék is. Gyere fel apukám! Lábújtartos papucs. Ez a lábújtartos papucs. Ez az új trendi most. Fájlod, kell, menj már valamit, csinálj már valamit. Nem tudom már aludni. Hatalmas buli volt, nem? Na, ha menj már vitorlát, mi valamit csináljunk már. Nem. Na, gyere. Nem megyünk a partra, leszünk neked ilyen papucsot, gyere. Gyere, apukám! Biztosan magukat. Mondjuk a bújben a nem lábúj védős papucsoddal. A csapat vitorlázni indul, a kikötőben a lányok összefutnak hajós kapitány ismerősükkel, így a stáb elindulhat SP-hez Siófokra. Ne már, ez most komoly! Jaj, de csajok! Csáó! Mit csináltok itt? Épp itt a hajógyárban voltunk. Drájt, ne is figyelj, ne is! Hagyjad! Nem, mert abban vitorlázni indulunk. Lent. Hát én azt mondom, hogy akkor ez most nagyon jól jött ki, mert ha van kedvezek, akkor vitorlázhatunk egyet. Komolyan. Ez de zsír lenne. Legalább dumálunk, mi történt veled az ott, amit nem láttam. Ja. Sokat vigyétek le egyből nyugodtan, jó? Azért vagyunk itt, hogy írjunk egy dalt. Na. Egy slágert kéne csinálni, csak nyilván az nem egyszerű. Közben bulikat szervezünk, különböző programokat csinálunk, voltunk már wakeboardozni, kalandparkban, rengeteg helyen voltunk, úgyhogy eddig nagyon menő volt minden. És mi ez a fáradtság? Mitől vagytok ilyen fáradtok? Tegnap volt egy buli. Nagy buli volt? Igen. Csajok tudnak mesélni. Látszik! Minden héten, mint mondom, csinálunk egy ilyen bulit, és akkor mi is fellépünk, hívunk ilyen retro előadókat, tegnap a TNT volt itt. Wow. Úgyhogy tényleg nagyon nagy buli, nagyon nagy buli volt ennek. Szerencsére többen voltak, mint a múltkor, de rengetegen szerintem volt. Rengetegen volt. Azt meg sem beszéltük, hogy rengetegen volt, tehát fullon volt a hely, de tényleg. És a vég az kemény volt. Mit nyomtál Lolával?
Az I love you. Nagyon nagy volt. Nekem ment el a hangom amúgy. Nem, én is tudottam emszik, és iszonyatos ordítottál. Jó volt. De jól nyomtátok tényleg. Köszönöm. Valami fogadjunk, gyerekek. Vállaljuk? Persze. Meg kell fogadjunk. Jössz utána? Jól jártok, én off fogom. Menjünk. Gyertek már. Nem tudok húzni. Na, ne variáljunk. Ennyi a Na, onnan? Na, lássuk. Na, persze. Na. Yeah. Ha, persze. Lássuk, hogy nyomod. Már mi tudjuk. Ne variálj, csak ugolj. Majd ő azt tudja. Aha, meghúzzuk, aha. Meghúzzuk. Isten, ott tudjuk rázni fölök. Figyelj! Gyerekek, valami gáz van. Ez most nem megy. Ne. Ne, hallod? Itt ragadsz. Nem, ez is komoly. Persze. Komolyan nem megy. Ne. Ez most tényleg nem vicc. Most nem megy. Jézusom. Matróz élet ilyen. Ne. Leírjunk. Mi úszunk, mi lesz? Basszak, ez gáz. Lemerült az akkumulátor. Az se baj. Nem megy, hallottatok, folyamatosan sipol. Mit tudunk csinálni? Hát nem tudom. Kivitorlázunk. A Bence húzza. Kivitorlázunk? Persze, vitorlázunk ki. Szépen csak vitorlázunk? Hát tudunk jobban. Ez tényleg nem jobban. Mit tudok, mi legyen? Rendeljük így. Ki tudunk szólni? Azt meg lehet csinálni, hogy URL-en kiszólunk a vízirendőrségnek. Az olyan, hogy szólj neki. Hívjanak. Van nevező? Van nevező? Elpoénkodtok, de viccire viccadat, tehát ez most nem indult be. De azért mondom, hogy van nevező van. Most azon gondolkozom, hogy mitől nem indult be. Tehát az egy picit nagyobb kérdés. Most miért nem indult be? Megpróbáljuk beindítani még egyszer. De már többször sem megy. Az a baj, sípol, de nem indul. Hiába nyomom. Most látjuk, hogy nyomom. És nem. Indul? Nyomom? Jó. Hát jó, nem volt, gondoljátok, hogy volt. Én közjegyző vagyok, úgyhogy én látom, hogy minden rendben van. Minden rendben zajlik itt. Minden rendben zajlik. Nem megy. Hamarosan kiderül, hogy a csapat hogyan jut el Siófokra, és hogy milyen meglepetések várják ott Fluort, akit barátai felköszöntenek, majd együtt budiznak. Micsoda! Neked választol a három közül! Igaz? Igen! Igen! Fiatal! Megcsinálta! De hogy került ide? Jaj, szerelem! Boldog én napot, ami van születésem. Én közjegyző vagyok, úgyhogy én látom, hogy minden rendben van. Minden rendben zajlik itt. Minden rendben zajlik. Nem megy. Nem tudjuk, hogy miért. Ne, beindul. No. És beindul! No. Ne, azt a minden ide. Hát azért körül volt, csekkorul volt. Én? Azt van itt valami a nadrágomban. No. Ez pedig a zenei alap. A balatoni vitorlázás meghozta a stáb kedvét a szövegíráshoz. Leo Bennel, Fluor Nikkel és a lányokkal agyal a rímeken. Gyertek hát, szomboljunk együtt, már nincsen itt semmi baj, csak konfliktus. Nagyon kemény szöveg lesz, ez nagyon jó lesz szerintem. Nem kell más, ez amit érzek, nem kell más, mert egy jó.
szerinted? Hát nem kell, szerintem kilőle. Abszolút. Jó, hát persze, hogy nem ez lesz a szöveg, csak így próbálgatunk. Ez is egy hatodik verzió lesz a végül. Na ez legalább megvan. Igen, ez megvan. Ez amit érzek. Ez mekkora ső. Ha már rakoncaik megírták a zenét, akkor lehet, hogy kérek segítséget a szövegben? Nem kell, mondom a szövegrészek szerint. Csak azért, mert ugyanolyan jól haladunk a szöveggel, mint hogy a zenével haladtunk az elejével. Előbb annyira jól kitált, igen. Szorít az idő! Szorít az idő! Most én elvesztettem az órámat, mutatom az eget. Jézusom, késett az előbb, mikor húzták. Valami van, nem? Figyeljük, szerintem ez így oké lesz. Na ne variáljatok én! Majd tudjátok! Szeretnénk beszélni a Tomival valami fontos dologról. Az a helyzet, hogy nekem... van egy kis gondom. Miért nem tudok annyit ugrálni kötelezni? Mit régen? Mint régen. Hát figyelj, ezek a régi gondom. Egyébként most valami k***ség készült. Miért készülni? Ha nem tudom, beszélgetünk. Dobálunk, nem? Most mi itt vagyunk, most miért ne dobálunk? A lényeg különben az. Hát most nem tudom elmondani, hogy visszatokáljak. Na, statok! Na, mindjárt kikötünk. Visszajöttünk. És mindjárt megérkezünk Siófokra, úgyhogy szerintem öltözetek át. Jó, majd mi tudjuk, amikor így van. Ezt most mi tudjuk. Megérkeztünk Siófokra! A stáb elindul a siófoki éjszakába, Fluor nem sejti, hogy a többiek SP segítségével milyen szülinapi meglepetést szerveztek. Köszönöm szépen! Gyere, egyéb vagy itt! De ne siess, hova siettek? Hát születésnapod van, hova siettek? Az a lényeg, hogy senki sincs van. Ez mi volt? Harap ketté ott, harap benne középen. Harap ketté. Nyoljunk a pagyladot, a mézes madlag elfogyasztott. Hé haver, szülinapi masszázs, se van! Ciao! Egy kis szülinapi masszázs neked, csak most, csak neked! Csak itt, királyom! Nyoljunk a zsombat! Neked válaszol a három közül! Válaszol! Csak bocski, csak a tiéd! Nyugodtan megsimogathat! Egy az azért az élet nem semmi! Annyit mondok, Tomi, hogy benne mi még soha nem csalódtunk, azért választottunk volna ebben! Hoppá! Hol van, hozzad! Valami! Van valami, ami is beépült. Akinek születésnapja van, az készüljön fel egy ilyen, hogy végigmegy a sétányon. Egy igazi parfi, az végigmegy a sétányon, akkor ilyenre fel kell elkészülni. Nem! Köszönöm szépen! De a poharat vissza kell adni, igaz? Ajánlom minden! Már is ajánlom. Hát ez kemény volt. Gyere, Tomi, csücs! Legyen, legyen!
Parti Arcsi. A klipemre van. A klipemre van. Ez még mindig nem minden, mi készült neked egy dologgal, nagyon kell figyelj, mert hallanod kell. Vedd le azt a tévét, ami lesz. És oda kell majd nézni, mindjárt jövök. Azt a tévét figyeld. Na jó, zseniális. Hoppá, mi lesz el? Figyelj! Na figyelj, oda kell felnézni, ezzel készültünk neked. Nem is olyan régen. Indulhat főnök! De azért az állam! Nagyon nagy. Óriási. Vége? Hatalmas. Vállalhatatlan volt. Hát figyelj, nem csak ő készült az ajándéka, hanem... Mi és a Szandi? Akkor csak egyet kérek, én nem variáltunk. Ez nem az, aminek látnék. Aha. Minek? Ez egy nyuszi volt, mert azt mondtad, hogy nyuszi akarsz lenni. Eredetileg. Hát sok mindenre hasonlít egy nyuszira. Igen, onnan kell nézni. Honnan kell nézni, Barbi? Ez pedig egy ilyen külön ajándék. Mi van benne? Egy cirmantó? Egy korrektor. Szemed alá, tudom, hogy sok bulizás után. Köszönöm szépen, lányom. Olyan egy korrektor. Kesztasztal! Igen, mert átjártam a lányokhoz, a szemem alá. Szóval már van rajtam most. Akkor el kell venni a sztábulizni egy óriási. Én megyek haza aludni. Nem igaz. Tegnap is buli volt, el is ment a hangom, de így majdnem minden nem buli volt. Micsoda, mi keresztül? Akkor kiból összejöttük, hogy én is azt hallottam. Mi van? Még egy ajándékkal készültem neked, itt van a... Ilyen felokké, szeretnél egy sokkal? Annyit szeretnék róla elmondani, ő a híres Dél-Afrikában. Ez a híres dél-amerikai cirmandó ugró gyerek. Vigyázz! Megcsinálta! Dumázunk, szeva! Ezután a csapat hajnalig tartó mulatásba kezd, persze csak szolidan, ahogy általában. Bánjuk
Igazi matróz, nem barjál és mindig leugrik. A stáb az eddigi legfélelmetesebb programon vesz részt. Vajon ki mer leugrani Magyarország legmagasabb bungee jumpingjáról? A következő műsorban kiderül. Nem nézek rá. Fú, hát nagyon. Nem merek leugrani. Én parázok rendesen. Nagyon? Jobban, mint én? Hát szerintem azért nem. Én nekem nagyon tériszonyom van. Szeretem a barátnőmet, szeretem a családomat, a testvéreit, mindenkit szeretek.